és jobb oldalon látható kék sáv az a... Cycle Superhighway. Cycle Superhighway. Ezt úgy nevezik, CS8. Tehát ezek el vannak nevezve úgy, mint nálunk ugye a M7-es autópálya, meg az M3-as autópálya, őnek van egy kerékpár autópályája. És itt egy kerékpáros. Így van. Hát ők komolyan gondolják azt, hogy ez a autópálya, ami úgy nevezett a biciklipálya. És képen, éppenséggel Vauxhall Bridge-hez érkeztünk, ahol mi be is dobunk egy nagy jobbost, én úgy hiszem. Egy fergetegesen nagy jobbost. Az MI-6 épülete, MI-6. MI-6 igen komoly szinten védett, illetve radarozott. Képágyukra szoktak a bejáratnál pusztolni a rendőrök. Majd itt egy nagyon kellemes apartmanház is megfigyelhető jobbra. Most hát ez maga a Vauxhall Bridge-i megálló, ez a síndró bal. Sikerült addig bajlódni a kamerával, míg a nyugati miniszter eltűnni látjuk, de újra felbukkam. Villan ő, és a Lambeth rétöső. És itt van. Igen, hát ő, igen. Hát tulajdonképpen most ez az a terület, ahol többnyire én jó magam végeztem az elmúlt pár hónapban a munkámat. Tamás néha-néha besegített nekünk, ugye, amikor kicsit szarva voltunk, viszont a Mark Spencer cigánya. Igen. Ő az, aki helyeznek mindenhova, hogyha esetleg baj van. Leginkább Áuba. Szép helyeken fogunk elvonulni. Igyekszünk a nézők kegyeire tenni. Az ott elefánt és kastély, ami látható a távolban, annyira nem távolban, de mi azt most kikerüljük, mert shortcutra kerül sor, úgyhogy szerintem oldalba lökjük az A2-t lassan, vagy melyiket, A2 az? Az lesz az. Mi megtettük a magunk így van részét. Mutatnám is az időpontot, hogy már itt vagyunk nagyjából sac per kb. 4 óra 20 perce. 22 óra 6 percet mutat a... Az oroszlán. Ki ez az oroszlán? Az a lájon. Hát én vagyok egy oroszlán, és hát ennek úgy, mint egy átvitt értelem. Á, értem már, nagy trükk. Erre még mindig itt állunk sorba a birodalmi jelképpel rendelkező... Igen, állítólag. Kizarutasztató cég jóvoltából. Úgy tűnik, hogy... Előhúzott valaki egy Breivik útlevelet itt. Egy norvég Breivik útlevelet, hiszen úgy néz ki, hogy feltartóztatják a hajónkat. Nagyon jó lenne még megmutatni azt a buszt ott. Hú, az nagyon jó lenne. Ahol például a ember, vezető ahol előtt, hát egy olyan másfél-két méter hely van az ablaki ismeretlen okokból. Tehát 6-6 hajnali fél 6 múlt 1 perccel tulajdonképpen hányat adott sorsunkról egy kis összegzést szeretnénk tartani. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy jó nagy faszt kaptunk be már a komnál, és hát ez még nem volt elég, azt lenyomták a torkunkra, hiszen odaértünk 10 óra előtt, ugye 10 órakor indult volna a kom, odaértünk 10 óra előtt, és hát beálltunk a sorba, mint egy jó nebulóhoz illik, aztán hát vártunk, a sor nem mozdult, majd ilyen 15 perccel 10 után sorra kerültünk, és hát közölte velünk az ott ülő Samesz, hogy hát bizony ezt lecsúsztátok, úgyhogy legközelebb éjfélkor megy a következő. Értetlenül álltunk az eset előtt, hiszen nem rajtunk múlt, hogy nem tudtunk tovább haladni. Tehát ők azzal magyarázták, hogy ők ott voltak, tehát mi oda mehettünk volna, nem tettük, hát így jártunk. Nem gondoltuk, hogy 6-6, nem is tudom, egy 20 autót lendületből kellett volna átugratnunk ahhoz, hogy oda megérkezzünk a kaphoz, és akkor is valakit még agyon kellett volna baszni. Hát ezt nem tettük meg, való igaz. Úgyhogy hát
rágyaltunk a Cerkára, és hát elérkeztünk újfent a magunk is Bermuda háromszögéhez, amit mi Brüsszelként emlegetünk. Hát most itt átadtam a volánt Tamás barátomnak, akivel hát már úgymond a rutinos eltévedők vagyunk. Valószínűleg ez most sincs másként, hiszen mérhetetlen önbizalommal úgy gondolta, hogy Louis lesz az a pont, amit neki követnie kell. Hát és ez így történt, és most Louis-ot követjük, ha jól sejtem. Hopp, lekapcsoltam a lámpát. Igen, nagyon érdekes. Tamás egy gondolattal lekapcsolta most a lámpát, a közútvilágítást. Ez a baj. Szóval igen, az a baj itt, hogy amit nagyon szépen torokra vettünk, az most torkon is lőtt minket. Mert igen, ez a nagyon szép jellemzése volt a dolognak. Nem, tehát akkor megyünk. Igen, és az a baj, hogy várunk, most nagyon várunk egy-egy üzemanyag töltőállomást, hiszen ott ugye azért jobb helyeken előfordul egy nagy Európa Atlasz, amiből hát kibírjuk nyálazni talán, hogy ez a Louis most már hány száz kilométer megyünk teljesen fölöslegesen. Ugye most 2 órát már így is kaptunk pluszba ettől a kedves komptól. Most még itt pofán csapjuk magunkat még egy pár órával. Információ. Tegnap reggel 7 órakor keltünk. Lassan 24 órája talpon. Ajj. Elképesztő falu és városnevek. 2000 méter múlva lesz egy bőzik. Annak a magasságnak, hogy elképesztő városnevek mellett haladunk el, soha az életben nem hallottunk még róla. És hát nagyon érdekes, hogy ezen a sűrű lakott területen mi úgy tudunk közlekedni, hogy már egy fél órája nem látunk lakott területen. Igen, viszont annyi áramszedő van jobb oldalt, hogy abból gyakorlatilag egy egész államot lehetne eltartani. Hiszen itt valami vasút szágul el mellettünk. Retekeny idő van, tehát azt gondoltuk, hogy 5:30-kor már világos lesz, az meg napsütés, meg arcunkat csapkodja majd a napsugara. Tínenhez érkezünk meg a benzinkúthoz, és hát itt megnézzük, hogy akkor végül is van esélyünk arra, hogy egy térképolvasást végrehajtsunk. Szurkoljon nekünk minden kedves tévénéző gyermek! Na, hát akkor bejelenteném, hogy jártunk a benzinkúton, ahol a következő hasznos információkhoz jutottunk, hogy Louis nem más, mint maga Liège, hogy a egyszerűbbek kedvéért Liège. Liège. Úgyhogy most már azt is tudjuk, hogy az útvonal, amit használunk, nem teljesen haszontalan, hanem így is oda lehet jutni, ahova szeretnénk. Csak hát lehet, hogy kerülő, vagy nem tudjuk, hogy kerülő-e. Egy a lényeg, hogy van fönt egy út, az az A2. Ki volt itt? Láttad? Igen, valami kibaszott terminátor. Zombi. Vagy zombi. Na minden esetre mi nem az A2-es használjuk, mint az átlagpolgárok, a térkép szerint közlekedők, hanem mi a flagma változatot választottuk. Ez pedig ugye a térkép nélkül tippre utazó E40-es változata. Pont olvastunk pár hete erről, ugye, hogy micsoda problémák vannak Belgiumban, most már saját magunkon tapasztalhatjuk ezt a vallon-flamand ellentétet, ugye a határozottan. Hát egy kicsit azért minket is megszopadtak ezzel. Igen, az a kérdés, hogy vajon melyik van vallonul és melyik flamandul? A Louis, én arra szavaznék, hogy a Louis vallonul, a Liège flamandul. Hát én igazság szerint... Pont fordítva. Hát ezért igen, én azt mondom, hogy amíg eldöntetlen marad a kérdésén, akkor maradnék a másik verziónál. Tehát hozzáteszem, még ha ki lett volna írva az, hogy Liège, akkor se tudtuk volna, hogy hol megyünk. Hiszen igen, tehát... fikunk nincs róla, hogy most milyen irányt tartunk, de most már így, hogy átlapoztunk a benzinkúton egy Benelux államok atlaszt, jóval könnyebb informálódunk a továbbiakban. Hát közben egy ködös pittyvallás is megkezdődött a háttérben. Most nyári reggel, de elkezdődött a viszketés nálam is, mint a jövénél a kapitánynál. Igen, és a légzéssel is vannak problémák. Sőt, hirtelen nyáladzás lép fel. Na, úgyhogy hát
hát a későbbiekben talán akkor még azért feljelentkezik. Hát derűs jó reggelt kívánunk! Immáron 6 óra 50 perckor Németországba érkeztünk a Dino sportkormány által kezelt Golf 3-as GT gépjárművel, illetve sofőrjével az ülésben. Herr Thomas Farga. Hogy? Kérem szépen, egy újabb rúgást kaptunk a szörnytől. Remek. Melyik fajtát használtad föl erre? A káosz nevezetűt. Hoppá. Ijesztően hangzik. Nagyon ijesztő, nagyon érdekes, hogy ahogy megittem az utolsó csepp elfogyasztása után, egy kisebb forgalmi káosz alakult ki előttem. De valószínűleg a vitalnak köszönhetően én azt egy-egy orsítással tulajdonképpen húszárvágással kivágtam magamat. Pont ebbe az állapotba helyezted el, ha jól emlékszem. Igen, pontosan megfogtam két kézzel a kormányt. 10 óra 10 percnél. 10 óra 10 percnél, hogy ezzel nyomatékosítsam szándékaimat, plusz hát egy plusz biztonságot adjak ennek az egész káosz megoldás, káosz kezelésnek. Nagyon szép gondolat. Hát az a helyzet, hogy Köln még nincs teljes mértékben itt a sarkon, odáig még mennünk kell bőségesen. És főleg... Több és több autó lesz. Igen, hát hamarosan beleállunk egy olyan dugóba, gyerekek, ami azért megsüvegelendő. Aztán hát érdemes megnézni a gyönyörű szép időjárási körülményeket. 7 óra előtt 10 perccel. Gorgeous! Illetve arra a megállapításra jutottunk, hogy tombol a nyáre föltekén. Ne érdekeljen, ha esik a hó, hisz... Nyaralj, hisz az álló. Hát ez csodálatos. Akkor további jó utat kívánunk ennek tükrében. Később jelentkezünk. Hát kérem, Németország Köln környékén vagyunk, és hát kedves barátom, hogy már túl is mentünk azon. Ja, persze már Frankfurt felé megyünk. Meséld már, mi történt ennél a kútnál? Hát itt komoly problémákba ütköztünk, nem tudom, hogy a fáradtság, vagy a kút, vagy... Én nem tudom, ez a több mint elképesztő jelzőt tudná kapni ez a mostani kis produkciónk, amit itt előadtunk. Mert hát ez több mint elképesztő volt, ami történt. Ugyanis... terveink szerint megálltunk tankolni, és ha már egyszer megálltunk tankolni, úgy gondoltuk, hogy a székletet, amit gyűjtöttük magunkba a hosszú út folyamán, hát kiengedjük. Tamás ugye mindig tud szarni, hogy azért nekem, meg azért meg kellett. És hát itt már alapvetően a procedúra, hogy oda bejussunk, az egy ilyen pénzváltási dolgon kellett, hogy keresztül menjen, hiszen egy nagy 20-asunk volt, az fölgezelni apróra. Természetesen egy öreg hölgyel beszélgettünk a kasszánál, aki hát németül olyan szinten beszélt velünk, mint hogyha perfekt, az ötödiket nem vette elsőre, mint a perfekt németek lennénk, mindegy, megbeszéltük ezt a pénzváltást dolgot, elmentünk, bedobtuk a kis pénzünket, kaptuk vissza, húztuk a tikettet, hát és lehetett választani a bal, illetve a jobb irány között, én nem tudom miért, de reflexből jobbra, be is vonulok szépen, volt egy üres box, leültem, megtöröltem a izét, a deknit, lemosottam ugye a dekni mosóval, aztán egy nagyon kellemeset én székeltem. Mindeközben beszélgettem Tamással, aki nem volt hajlandó válaszolni, ez egy kicsit bántó volt, de gondoltam, nem baj, nem sértődöm meg alapon, átlépek ezen a törvényen. Majd miután végeztem, állok föl, kitörlöm a ánuszt, nyitom ki az ajtót, aztán három darab nő áll velem szembe, ahogy lépek ki. Kicsit kikerekedett szemmel nézem, próbáltam felfogni a szituációt, de hát nem nagyon sikerült, hogy tulajdonképpen ők mit keresnek a férfi WC-ben. Aztán utána így kezdtem el gondolkodni, és mondtam, hogy ajjajjajjajjaj, hát ők nem a férfi WC-ben vannak, hanem én vagyok a női WC-ben, ami hát roppant kellemetlenül adta ki magát. Azon nyomban vörösödött fejjel nekivágtam a férfi WC-nek kezdett mosni, mert hát mondom, ezt nem, tehát nagyon nem hittem el. Tamásnak próbáltam ecsetelni a történetet azon nyomban, aki
energiát, hasonlóképpen. Igen, én már élveztem ekkor a történetet, mert már tisztán kezdtem látni, ugyanis hát én is berongyoltam oda. Mutatom a saját fejemet a saját történetemhez. Légy szíves. Tehát berongyoltam, hát én ugye kaptam vissza, mert én egy kicsit nagyobb lóvéval fizettem, úgyhogy dőlt ki az apró a gépből, úgyhogy elvesztettem a Kristófot, csak úgy periférián láttam. Bepakolom a pénzt a kis pénztárcámba, majd megindulok én is jobbra, mert ugye úgy láttam, hogy ő arra megy. Tehát mikor aztán látom, hogy jönnek kifelé a nők, akkor elgondolkodtam, hogy hát itt valamit benéztem itt a nagy pakolásba. Ó, bassza meg, hát ez a női WC. Úgyhogy sarkon fordultam, és nagy örömmel megyek be a férfiba, ugye magyarázom neki, hogy hát micsoda hülye vagyok, hogy ugye a női WC-ben megyek, azt hittem, hogy te oda mentél. Hát baszik válaszolni az ember. Nem baj, nem sértődött. Kicsit szólongattam, majd aztán kezdett tisztává válni, hogy úgy tűnik, mégiscsak jól láttam periférikusan, mert ő tényleg arra ment. De hát én azért a férfiaknál székeltem, majd aztán egyszer csak megjelent nagy nevetve, hogy hát mi történt véle. Teljes káosz. És hát ezután gondoltuk, hogy ha már így jártunk, akkor a kis voucherünket azt leinnánk kávéban, ami hát ugye nem az olcsó kategóriába tartozott, mert ugyan 50 pennit vagy nem fasz. 50 pennit kaptunk, tehát természetesen mérhetetlen átbaszás, hogy úgy mondjam, szemfényvesztés az az egész. Hiszen a kávé maga, amit tudsz vásárolni, a legolcsóbb az ugye 2,50 lehet, tehát az egy méregerős fekete. Miatt nem iszunk, amit mi iszunk, az 2,90. Hát köszönjük szépen, 2,40-et kellett még mellé hajítani a kis voucherünknek. Tehát ezzel a hányatatás még nem értek véget, hiszen ez az egész kávé szerzési procedúra, ez nekünk egy negyed órás időintervallumot ölelt fel, hiszen odaálltunk a kis voucherünkkel, és ugye szabály szerint föl volt tüntetve, hogy mit kell követnünk. Próbáltuk is a lépéseket tényleg betartani. Hát hiába, ugyanis a voucher beszívó kis nyílás természetesen nem működött nagyon érdekes módon. Villogott egyszer a zöld, meg a piros. Jeleztük a hölgynek, hogy mi szeretnénk, hát ezt ugye persze egy 10 perces küzdelem után jeleztük a hölgynek, hogy mi akkor szeretnénk ezt az egészet most már tényleg leinni. Ő mondta, hogy hát működik, aztán odajött, látta, hogy mind a kettő villog, akkor nyitogatta, csukogatta. Majd egyszer csak az egyiken fölvillant a zöld, akkor beletömtem én, az enyém az tökéletesen működött. Aztán a Tamás követett, aki hát egy ötössel bolondította meg a gépet, és hát attól megint azt mondom, hogy káosz alakult ki az egész rendszer. Német üzenet érkezett rá, amit én ugye nem nagyon értek, hogy mi. Igen, Nachwählen, és hát azt nem nagyon értettük, hogy mi az a Nachwählen. Minden esetre nyert utána 5 eurót, amit bedobott, aztán újra dobta. Elképesztő káosz. Hát egy ilyen szűk fél óránk ment el ezen a kibaszott úton. Azt el kell mondjam, hogy az egész út folyamán nagyon-nagyon gálánsak vagyunk az idővel, mint olyannal. A igen, perceket, hát, azokat úgy dobáljuk. Tulajdonképpen egy olyan két nap alatt fogunk hazaérni egy 20 órás utat, tehát hozzátenném, hogy több vizeletet rakunk ki, mint amennyi benzint elfogyaszt az autó. Igen. Borzalmas mennyiségű úgy távozik a szervezetünkből. Ennek tulajdonképpen élharcos a Mr. Nagy Szaró, illetve most már nagy kugyozó barátom a hanyósülésen. Igen, egy darab szörny maradt ugye a zsákunkban, azt nem akartuk az idő előtt előni, hiszen még hát egy 1100 km hátra van. Mondhatni, hogy a dolgok oroszlán része még előttünk. Nyilván nem fogunk mindent felélni így rögtön a rajtnál. És hát a kettes szörny az nem nagyon hozta az elvártat, mert az nem, utána egy órát aludtunk. Azonnal ráaludtunk a kettes szörnybe. Hát nem vagy, majd a hármas szörny valószínűleg megint egy holdpontnál fog érkezni, ami hát ebben az időjárásban könnyen előjön, hiszen az orrunkig nehezen látnánk el, hogyha ennél kicsit sűrűbb lenne a köd, így sem tökéletes. Kérem, ott megy a nagy vad. Fürdezzük a vadat, az meg, de nagyon megy. Reklámra, Verdára akadtunk. Nem tudjuk, mi lehet a futtony tartalma.
reméljük nem utal a rendszám rá, és itt van a magyar, hát még őt is meg tudnánk mutatni a próbarendszámmal. Vastagnyakú német próbarendszámmal, vastagnyakú autódílerünk. Igen, hát most azt hiszi, hogy téged veszlek, ne, hogy bedühödjön, mert elég nagy grizzlyről beszélünk. Hatalmas gyűrös fejűről. Hatalmas nyakú fiatal emberről. Hát újabb bejelentkezéshez érkeztünk, mert útunkat, igen rögös útunkat, újabb akadály. Mármint, hogy egy újabb akadály nehezítette, igen, nem tudunk tovább gördülni egyszerűen, mert folyamatosan valami közbe jön. Igen, de aztán megfigyeltük, hogy ahányszor meg kell állnunk pisilni, mindannyiszor dugóba ütközünk. Nem jó hír, mert most már ide stovázzult a 4.-5. dugó, amiben eltöltöttük egy komoly kis fél órát, és már kezdte lenni a faszunk ezzel, mert most már meleg is van. Egyre bosszantóbb így az út. Aztán ráadásul a legutóbbi vizeleléses megállásunknál, hát ahogy megparkoltunk, abban a pillanatban mögöttünk megparkolt egy másik autó, kiszállt belőle egy férfi, illetve egy női egyed, majd közelítettek az autót, és hát jelezték, hogy ők egy polizei, egy igazolványra próbálták mindezt, amit természetesen rögtön eldugott a semmibe, tehát nem tudtam megvizsgálni, hogy ez valóban polizei volt-e, hiszen nem voltak egyenruhában öltözve, hanem civilek voltak. Elkért a papírjaimat, meg kérdezősködött, hogy hol jöttünk, meg mit csinálunk, Hollandiában voltunk-e, ott már kezdett gyanúsá válni, hogy minket drogüzérkedés, drogfutárkodással vádolhatnak meg. Ugye hát Tamást nem szólították meg mindaddig, ameddig ő meg nem szólította őket, hogy esetleg segíthet-e azzal, hogy átnyújtsa az ID-t. Kínos hallgatást törtem meg. Így van. Aztán a lány természetesen Tamáshoz vonult oda, hát sármiát bevedve levette a lábáról. Aztán a lány kérdezgette, hogy találhat-e nálunk valamilyen szemodahívő substance. Illegal substances. Illegal substances. Nem értettük, hogy mégis mire gondolhat, hiszen ártatlanok vagyunk. Nehéz időket érünk ilyenkor, gondolhatunk a bombától kezdve, a gombán át, a kábítószeren, hát ki tudja. Igen, tehát elképesztő dolgok jutottak az eszünkbe, amik hát persze ártatlanságunk nem engedélyez, hogy esetleg magunknál tartsunk ilyen dolgokat. Megkérdezte, hogy esetleg droge van-e nálunk, hát természetesen nem, mert feleltünk, azt kérdezte, hogyha esetleg egy szörcsöt végrehajtanának a járművön, akkor is ilyen határozottan állítanánk. Ez volt a keresztkérdés, de nem ugrottuk be. Igen, tehát nagyon raffináltak voltak, ez kétségtelen, nem bírtak megfogni, de nem bírtak velük. Bár ellentmondásba keveredtünk volna, volt egy kis megütközés, hiszen amikor megkérdezték, hogy voltunk-e Hollandiában, én azt mondtam, hogy hát csak átmentünk rajta, de ez persze nem igaz. Ezzel behúztam őket a csőbe. Hála a jó Istenek, Tamás nem kérdezték meg arról, hogy átmentünk-e, mert ő tudta, hogy nem mentünk át. Úgyhogy nagyjából ezt elég zárult, megnézték a papírokat, kettétört személyigazolványomat, aztán boldogan visszaadták az anyagot, és hát távozhattunk vizelni. Ami újra körülményessé vált, hiszen már levegett a fejünk felett Demoklész kardja, hogy hát ha ezt meglátják, akkor valószínűleg nekünk annyi. Letepernek a földre, és itt 50 euróra megbüntetnek, hogy mégis hogy merünk közterületen úgy az. És még talán egy szolid make-upot is kapunk a puskatussal. Ide-oda. Szem alá. Igen, mert hogy volt új fegyverük volt, jól látható volt, hogy komolyak a szándékai. Igen, tehát hogy ők valóban nem viccelnek. Nem egy egyszerű festőbázoló brigád játszál, hogy ők rendőrök, hanem ezek valóban vérprofi, hogy hát valószínűleg titkos ügynökök voltak. Meg hát én úgy hiszem, hogy itt maga a rendszám is. Hát arról nem is beszélünk. Tehát én úgy hiszem, hogy ez diszkrimináció. Én szerintem azért, most fehérek vagyunk, azonnal Berlin felé kell kanyarodjunk. Így van. Meg sem állunk a parlamentig. Az az egyik, a másik meg, hogy visszahúzzuk azt a szájba baszott falat. Így van. Hát aztán velünk leszórakozódjunk. Elég lesz itt. Tényleg.
záróra. Azért, mert fehérek vagyunk. Csak azért, mert fehérek vagyunk. Hát elképesztő. Na jó. Hát nem tudom, remélem, hogy most már azért egy kicsit szökkenő, puhább lesz ez az egész utazás, mert hát nem szalad a kés rendesen ebben a bajban. Tehát ami itt megy gyerekek, hát még nagyon Németországon vagyunk, tehát izmosan benne a hasába, és nem tudjuk magunkat kiköpetni vele, vagy esetleg kiszaladni. Mert hát egyszerűen nem fogynak a kilométerek, szüttyögünk, nem tudjuk kihasználni az autó adottságait, a gumik profizmusát, a vezetői tudást, tehát nem sem kell, ugye. Hát reméljük, hogy most már tényleg nem lesz ez a rohadt lezárás mindenhol, és tudunk jobban haladni, mert ez valószínűleg 4 órát ígértünk otthon. Tamás egy elhamarkodott 4 órával kecsegtette a családot, hát azt mindjárt elérjük, és még Németország vagyunk. Kösz, Németország! Köszönjük! Deutschland, über Unter. Unter alles. Na, szépen térden vágott a Tamás. Jelen pillanatban nem másról hajtunk, mint a német autópályán. Hát ez valami elképesztő, micsoda meglepetés. Senki nem gondolta volna, telnek múlnak az órák, már lassan azt kell, mondjuk telnek múlnak a napok, és még mindig a német autópályán haladunk. Bombasztikus! Na de, most úgy gondoltuk, hogy megfűszerezzük egy kicsit ezt a német autópálya kérdést, hiszen eddig már nagyon-nagyon unalmas volt. Lezárások, ez az amaz, kicsi dugó, meg minden. Úgy gondoltuk, hogy a motornak kell egy kis hűtés, éppen ezért hát kaptunk egy olyan esőt, hogy a nagy huszár Mihály Schumacher honfitársai teleposták a nadrágjukat, kérem tisztelettel, és hát olyan mértékben lassítottak le, hogy szinte állóra kellett fékezzük az amúgy nem túl jó állapotban lévő téli gumiabroncsainkat, amiknek valószínűleg egy kis eső nem árthat, hiszen nagyjából ugyanolyan hatás érhető el vele, hogy a tűzön akkor járkálnánk, vagyis semmi esélyünk közlekedni vele. Hát igen, azért ezt elmondanám, hogy ehhez képest Ulisses utazása az dicsapping, amit mi itt átélünk. Kérem tisztelettel, pedig ő sem van. Akarunk menni. Így van, tehát ez, igen, tehát... Mindent ránk küldenek be az egészségek. Igen, kezdünk attól félni, hogy minket kiszagoltak. Igen. Minket kiszagoltak, és természeti elemeket, természeti csapásokat, hatóságot, mindenkit megpróbálnak ránk kereszteni, hogy ne jussunk haza, nem értjük az okát természetesen, hiszen tényleg nem akarunk sokat, csak rántott húst tenni otthon. Igen. És egész egyszerűen összeálltak ellenünk. Nem értjük. Legalább kapunk egy mosást ingyen. Így van, azt mondjuk, mivel azt nem csináltuk meg ugye kint, mert csak a belső dolgokra foglalkoztunk. Tehát egy sampon zögybölhetnél közben ki így ide-oda. Természetesen nem lesz probléma. Meg van nálam egy ilyen kis lehúzó, ezt egy kicsit úgy megkapargatom a madárszarokat. Úgyhogy hát ez a nagy büdös helyzet, a kisebb fajta, hát utazásunkkal kapcsolatban, amit most már lassan nevezhetünk ugye Willy Fox-szerű utazásnak, hiszen ő mondjuk a földet kerülte meg 80 nap alatt, nekünk talán hazajutni lesz időnk 80 nap alatt, és hát mondjuk Londonból ez igen szomorú statisztika. Ja. Na de hát ez de a... még mindig jobban örülünk, mint hogyha a repülőn kapna el egy ilyen világot, hogy hát szeretnénk elmondani. Hát arra nincsenek szavak, tehát igen, az... Igen, mert hát azért azt tudjuk, hogy sokan ültünk már repülő, mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen zuhé, ilyen körülményekkel gyakorlatilag, hát az akár ember életeket is követelhet. Ez még nem, tehát ez még azért nálunk teljesen kontrollálva van, általunk kontrollált szituációk vannak, nem okozhat problémát egy kis eső. Földön vagyunk, innen nem tudunk lezuhanni. Így van. Én azt gondolom, hogy ez minden szenvedés mondjuk megér, vagy hát nem minden szenvedés, ez sok szenvedés megér, nekünk már jutott belőle, úgyhogy... De álljuk a sarat! Lehet, hogy sürgőnyzünk egyet
Viktor Mariánnak, hogy legyen olyan szíves és bájos. Ugyan jelezzem már a főnöknek, hogy mi már szeretnénk hazajutni, azt hagyjon minket végén itt a különböző trükkjeivel. Ugye mivel tudjuk, hogy Viktornak igen jó a kapcsolata a főnökkel. Ugye ráállítjuk az emberünket, hogy intézkedjen. Na most kapunk egy információt, hogy megoszthassuk. Passau mindössze 149 km. Bagatelle, az már nem tétel, onnan már tulajdonképpen egy nagyobb köpés Magyarország. Úgy tűnik, hogy az eső is alább hagyott. Hát igen, köszönjük Viktor, nagyon kedves tőled, hogy nagyon már... gyorsan tudod intézni. Igen, ez egy hypothetic beszélgetés volt, tehát mentálisan rágondoltunk, hogy mit gyilló, legyél olyan bájos, tessék ennyiként, ott bent a híver. Úgyhogy ennyi, hát akkor megyünk tovább, reméljük a legjobbakat. Na kérem tisztelettel, 4 óra 45 perckor be fogunk lépni 1 kilométer múlva az osztrákiai országba. Tomikám, véleményed erről az egész túratorról? Kegyetlen. Az kemény. Nem tudom már leírni. Ez tényleg egyébként idestóval leszünk 22 órája úton. Hát az azért betyár. Tehát azt azért lássuk, hogy egy 20 órás utat 22 órája próbálunk teljesíteni, és még csak most érkezünk el Osztrákiába. Ebből gyakorlatilag én azt mondom, hogy kurvára elegem van. Nekem nincs kedvem itt tovább már szopni. Immáron Osztrákiából jelentkezünk, hát egy rövid statisztikával szeretnék Kristóf összefoglalni nekünk az utat. Hát kegyetlen, tehát továbbra is azt mondjuk, hogy ez egy kegyetlen kihívás. Azt gondolom, hogy egy Iron Man viadallal ér fel, amit most itt teljesítünk. Immáron 33. órája vagyunk talpon. Ezt úgy kell számolni, hogy 34 órája effektíve, de abban volt egy óra alvás. Na hát úgy mondom, hogy szűk egy óra alvás, amit reggel 7 és 8 óra között teljesítettünk ebben a gépjárműben, nem túl kényelmes körülmények között. Inkább azt mondanám, hogy szemlesütés volt és aztán szemkinyitás. 33 órája talpon, 22 órája az autóban. Azt gondolom, hogy hát ez már-már az őrület határát súrolja, és hát még van előttünk legalább 600 km, tehát izgatottan várjuk az elkövetkezendő 600 km-t, valószínűleg sok izgalommal tartítva. És körülbelül azért még hozzátenném, hogy körülbelül ugye egy olyan, szerintem olyan óvatos becslések szerint is legalább 12 urinációnál tartunk. Igen, tehát arról nem is beszélve, hogy igen, nagyjából egy teletankit húgyoztunk ketten ma már. Tehát az azért tényleg még a vigyillónak is becsületére válna, hogy... Igen, hát... Tehát annyi üveg nincs a világon, amennyit most mit el tudnánk húgyozni. Minden egyes szörny elfogyasztása után nagyjából 3 percen belül megjön az ihlet, és utána még azt tudjuk tartani 10 percig. Ha onnantól kezdve a következő 10 perc után 2 percen belül nem ürítünk, akkor valószínűleg behugyozunk, vagy húgyhólyag általi halált halunk. Igen. Most egyedül hál' Istennek ez nem történt, meg megint tudtunk egyet húgyozni, de... Most már azon gondolkodom, mert félek, hogy elveszítjük így a szörnyet a szervezetünkből, azért húgyozunk ennyit, lehet, hogy vissza kell ígyuk, mint ahogy azt az öreg honvéd javasolta, mert különben hát kidobott okos pénz gondolat, és energia az ablakon. Okos gondolat, tehát én ezzel tudok azonosulni következő körben. Én még azt javasolnám, hogy ne legyen túl egysíkú ez a dolog, hogy egymás vizeletét. Egymás szájából vizeljük bele. Végül, akkor meg se kell állni gyakorlatilag. Mindig a sofőr szájába húgyozunk, menet közben cserélünk. Ha, így van, ez a legtisztább, ez egyenes beszéd. Én hajlandó vagyok vállalni, mert ez tényleg csapat érde. Tehát végül is nem kell cserélni, tehát én fölállok, úgyhogy kilógok gyakorlatilag a tetőablakon. Így van. Szájba húgyozlak. Aztán utána én állok fel. Te csak nyomod a gázt, én tartom. Hát nem, akkor. Gyakorlatilag én csak lebukok. Ha, hát minden esetre.
érdekes megközelítés, de mondom még egyszer, tehát mivel csapat vagyunk, csapatérdek ezt kívánja, természetesen teljesíteni kell. Nincs kétség e felől, úgyhogy amikor valamelyikünknek ingere támadott, legyen szíves jelezni, és a másik tárcsa a száját. Újbá tűnik, hogy magyar földre léptünk, ez már Magyarisztán. Teljes mértékben. Magyarszki. Hip-hop, itt vagyunk 8 óra 30 perc környékén, 27. óránk immáron az autóban, és 36-37. 38. órán ébren, 1 óra a kamu alvással. Remekül érezzük magunkat, nagyon jó, nagyon jó a programok egész úton, úgyhogy nem okoz gondot a maradék 150 km, 160, 170 km letudása, gyakorlatilag kisújjunk magunkat, tehát ezzel fogjuk végrehajtani ezt az egészet. Benne is kapaszkodunk a kormányba megfelelő mértékben. Innentől kezdve már valószínűleg magától hazamegy az autó, de valami kis útmutatást azért adunk neki. Az a tereljük. Remekül fogyasztott eddig az egész úton, tehát elképesztő mértékben kevés üzemanyagot fogyasztott el az autó. Meg vagyunk többen, mert rajta, én legalábbis egész biztosan, de azt gondolom, hogy Tamás is. Így van. Tulajdonképpen itt egy dízel autó. Ötös, dicséretes. Dicséretes ötös, ha hazaértünk, meg is pusztíjuk valószínűleg, hiszen köhintés nélkül hozott el minket egészen Magyarországig, úgyhogy még Németországon végig szoptunk. Életünk leghosszabb német túráját tudhatjuk a hátunk mögött. Nem könnyű, nem könnyű napközben Németországon átvergődni. Úgyhogy nem ajánlom senkinek a jövőben, hogy ezt megpróbálja, mert rémálom. Hát köszönjük szépen, akkor előre. Így van, innen már legközelebb valószínűleg Budapesten jelentkezünk, mégpedig a